Már majdnem véget ért a második világháború, amikor Bátaszék határában játszott egy gyerekcsapat. Egy bombát találtak, mely az idáig nem robbant föl. A játéknak tragikus vége lett, mely 14 kisgyerek életébe került. A bátaszékiek emlékoszlopot emeltek az áldozatoknak, melyet azóta is fölfölújítanak, mint ahogy a többi, a városban álló emlékhelyet is. Nagyon sokat foglalkoztunk, én úgy gondolom, az elmúlt 5 esztendőben emlékműveink állagával. Felújításra került támogatásba az első világháborús emlékmű, saját forrásból a második világháborús emlékművet is felújítottuk, a temetőben a hősök emlékműve is felújításra került, és állítottunk újakat is, hiszen egyrészt a egykori Bátaszéken élő szerbek tiszteletére állítottunk egy emlékkeresztet, Trianon emlékére is állítottunk egy emlékművet. Fontosnak tartotta a városvezetés, hogy ezek az emlékművek, emlékhelyek, ezek mindig gondozott állapotban legyenek, és hát sor került most ennek az emlékműnek a felújítására is. Ugye a településünk történetéhez hozzátartozik, hiszen a háború végén 14 gyermek lelte halálát egy második világháborúban fel nem robbant bomba kapcsán. Az akkori település állított emléket ezeknek a gyerekeknek. Az elmúlt időszakban a polgárőrök gondozták mindig ezt az emlékhelyet, de sajnos eljött az az idő, amikor már a felújítást meg kellett tenni. A város mintegy 500 000 forint forrás biztosított annak érdekében, hogy egyrészt az emlékművet körbevevő kerítés újuljon meg, illetve magának az emlékműnek a felújítása is néhány héten belül elkészül. Így hát az elkövetkezendő 50-60-80-100 évben itt lesz megtalálható. Nagyon pozitívan fogadta a termőföld tulajdonosa is a kezdeményezésünket, és egy megállapodásban rögzítettük is, hogy amíg ez az emlékmű áll, ezt ők tiszteletben fogják tartani, és a mezőgazdasági művelést ennek megfelelően fogják folytatni. Sőt, adományt is biztosított az emlékmű felújításához, mint egy 100 000 forint értékben. Ezzel is jelezve, hogy számára is nagyon fontos, hogy az emlékmű meg tudjon maradni az elkövetkezendő időszakban is.